Nézzük, hogy kik vannak itt. De belóg ez a fa, ezt már le kéne metszeni. Ezt már mondtam múltkor is. Azóta nem csináltam meg az SCS szoftver. Vannak útzárósok is, ki vagy te? Fischerere, igen. Ja, itt van Fischerere, Fischerereiburg. Fischereigeburger. Hú! Passza meg, olvasom a chatet, azt majdnem neki vettem itt az egyik staffnak. Sorry staff. Csak itt van ez a balfasz is a konvojon, aki én vagyok. Hát itt ne hagyjatok, már 110-zel megyek, emberek, nem is lehet gyorsabban menni. Hát lassabban már ott az emberek elől. Na. Úgy. Ugye? Mi vagy? Sorry. Megállt hirtelen előttem a sor. Most már kicsikét gyakorlottabb vagyok az ilyen megállásban, ha mondhatom ezt. Úgyhogy most már el szoktam rántani a kormányt. Hát azt szokták mondani, hogy a komolyabb baj előtt érdemes félre rántani. Ugyebár. És itt a sor, itt megy elől a sor, kérem szépen. Nagy erőkkel. És hát ugye ez bizonyítja, hogy nem vagyunk különálló szerveren. Itt van egy... Nem pó... Nem! Ezt mondom. Nem különálló szerveren vagyunk, az megvan a veszélye a dolognak, hogy... Köszi! És ugye különálló szerveren, akik esetleg nem tudják, azoknak elmondom, a különálló szerveren az a jó, hogy ha láttok pöttyöt itt alattam a GPS-en, akkor biztos, hogy jó fele mentek. Nyilvános szerveren, ahol most vagyunk, hát így ez nem feltétlenül igaz. Ez, hogy el lehet téríteni a konvojt, akik nem tudják az útvonalat, de mi tudjuk. Mármint én tudom, a többiek is elvileg tudják. Mi tudjuk, csak azok, akik nem tudják, azok nem tudják, hogy mi itt vagyunk, és konvojozunk, de akik tudják, azok tudják az útvonalat is, és pontosan tudják, hogy merre fogunk haladni, tudjátok, hát ti is tudjátok, ha tudnátok, de most nem tudjátok, mert ha most tudnátok, hogy most élő adás lenne, akkor tudnátok, de most ugye nincsen, éppen ezért így utólag tudjátok, hogy hát tudjátok, szóval ti értitek, tudjátok, szóval értitek. Na, egy, vágy már be, bazd meg! Mi van veled? Ez a Volvo ma nem akart konvojozni. Ezt tudom, fölismerem, amikor így csinál, hogy akkor nem akarja bevenni az egyest, akkor nagy baj van. Na, itt van Andreas. Szóval igen. Ilyenkor nem akar, ez a Volvo ma nem akart menni sehova. Ott már izél, sűrűsödik a sor. Már le is vettem a gázról a lábazatom. Csak néha egy... Purri! Így szépen konvoj tempóba. Arra szólunk. Bocsán. Kicsit néha kiszalad. Kiszalad, hát én szaladok. Most lejtettem a kurva kupakot. Bocsánat ki! Elhagytam a sort, elnézést. Az így fölveszem. Kapd be a faszom! Elgurult. A kurva néni kéde! Kurva néni kéde! Soha ne csináljátok ezt utánam, soha. Na. Baleset veszélyes. Ez a vezetési stílus, amit én képviselek. A híd fölötti kollégák ott mennek a CB-n. GPS-en látom. Hogy bassza meg! A kurva élet, bassza! Sorry, Elvis, sorry! Rábasztunk. Kibannoltak, engem is. És én meg rögök zsoltom, bazd meg. Hát de bazd meg! Ilyen... így? Így, bazd meg? Október 10-éig. 2 hét ban, bazd meg. Reckless driving, ramming.
Purri volt az. Köszi, Purri. Köszi, Purri! Isten vagy. Na mindegy, hát akkor ennyi. Ezt majd, igen. Egyébként elismerem, hogy belebaszódtam, elismerem, hogy nem figyeltem oda. Jogos, végül is, de... Hát most ezzel most lehet vitatkozni, vagy nem lehet vitatkozni. A döntés egész gyorsan megszületett, meg se védhettem magam, úgyhogy így alakult. Purri-e nevezetű adminunk úgy döntött, hogy én ezt a játékot nem kéne, hogy játszam. És azt kell mondjam, hogy részben igaza van, részben meg nincs. De hát vitatkozni nem nagyon lehet ebben a játékban, úgy néz ki, legalábbis jelen pillanatban nem. Így jártunk. Na, ennyi. Legközelebb majd jobban odafigyelünk. De mondom, részben egyetértek a döntéssel, de... Az, hogy ez most 2 hetet érte, vagy nem ért, szóval sok minden lehetne vitatkozni, de... Úgy gondolom, hogy nem érdemes. Inkább elismerem a bűnösségemet. Na, akkor hamarosan újra találkozunk, ha úgy lejár a börtönbüntetésem. Gyakorlatilag. Addig is. Így további jó utat nektek, én majd single playerbe játszatozok. Egy kicsit single playerbe meg tudok vezetni, aztán újra találkozunk, addig is. Chris Tracker voltam, a 18 kerékre vegyem veletek, és ezért kell nagyon óvatosan vezetni, főleg konvojba. Hogy ne járatok így, mint hát a balfasz, aki én vagyok. Na, jó utat nektek, srácok, hamarosan találkozunk, sziasztok!